Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Idén április 9-én rendezik a Handler divatgálát, immáron 25. alkalommal a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. Ez a mozaik mai témája. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Kósa Éva igazgatóasszonyt. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást. Jubileumi, nem akármilyen szám, ez már a 25. divatgála. Még mielőtt az idei eseményről beszélgetnénk, egy kicsit kanyarodjunk vissza az időben. Miért gondolta akkor az iskola vezetése 25 éve, hogy elindítsák ezt a divatgálát? Erről tud valamit mesélni? Igen, minek után én is részese voltam annak a 25 évvel ezelőtti divatgálának. Igaz, akkor még csak olyan szerepben, hogy segítkeztem a lányoknak az öltözködésben, mielőtt a ruhákat bemutatták. A Králik Tibor igazgatós támogatásával a ruhaipari munkaközösség ötlete alapján valósult meg az akkori divat bemutató, még az iskola tornatermében. Mi is a cél, és milyen céllal indult el? Hát az elsődleges cél akkor még az volt, hogy az általános iskolai tanulóknak bemutathassuk ezt a szakmát, ennek a szakmának a szépségét, és ekkor még novemberben, tehát a beiskolázás időszakában került megrendezésre ez az alkalom, illetve ez a rendezvény. És azóta folyamatosan kinőtte magát az esemény, most már egy ilyen nagy helyszín kell neki, mint a Liszt Központ. Jól mondom ezt? Mert hogy rendre nagyon sokan jönnek. Így van. Ha jól emlékszem, akkor talán már a harmadik évben kinőtte magát annyira ez a rendezvény, hogy nem az iskolában, hanem itt a Liszt Központban került megrendezésre. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ebből az apropóból adódóan át is került április hónapra ez az úgymond divatgála. Mégpedig hasonlóan az volt a célunk, hogy megmutassuk magunkat, megmutassuk, hogy mit tudnak a tanulóink, természetesen ehhez az oktatóknak, elméleti tanároknak is nagy szerep jutott, hogy ez megvalósulhasson az akkori munkaközösség vezető Steinbock Mária irányításával. És úgy tudom, hogy immáron hónapok óta sürgés-forgás van az iskolában, nagyon-nagyon készül mindenki a divatgálára. Így van, tehát ez egy hosszabb lélegzetvételű folyamat. Olyan október-november hónapban már elkezdődik a szervezése, hiszen ugye eleve ki kell választani a ruhákat, ki kell találni a témát, amiköré ez az egész rendezvény felépül. Az idei évben ez a felvirágzó hagyományok. És hát bizony nem kis feladat ez sem a tanulóknak, sem a kollégáknak. Milyen szempontok alapján választják ki a tematikát? A tematika az évről évre változik, tehát volt itt az elmúlt években az évszakokhoz kötődő, szakmákhoz kötődő, divattörténethez kötődő téma, tehát ez abszolút változatos. Ez az idei egy kicsit a 25 éves évfordulóhoz is, hogy hagyományok, illetve hát a népi motívumokhoz, a hagyományokhoz kapcsolódik. Hogy kell elképzelni ezt az egész divatgálát? Mert ha jól tudom, akkor azokat a ruhákat, azokat a frizurákat, azokat a költeményeket lehet látni, amik mind-mind az iskola diákjaihoz fűződnek. Így van. Ugye kezdetben ez valóban csak divatbemutató volt, majd kiegészült a fodrász, illetve kozmetikus tanulóknak a versenyével is. Azaz nem is 6 órakor kezdődik ez a rendezvény, hanem már 13 óra 45-kor az elkövetkezendő divatgálánk, amikor is elkezdenek versenyezni ezek a tanulók. Van a téma, és ehhez a témához készítik a hajkölteményeket, illetve a sminkeket, és hát ehhez kerül majd ugye kiválasztásra a ruha, illetve került kiválasztásra a ruha. Ha már a programot említette, akkor vegyük a végig, mert 13.45-kor kezdődik a hivatalos megnyitóval, ezt követően pedig a handerosok és a divaté lesz a főszerep. Így van itt a Liszt Központban. Tehát a 13.45-kor a megnyitó után a kozmetikus fodrásztanulók elkezdenek dolgozni, egy szakmai zsűri felügyelete mellett, illetve hát az ő értékelésük alapján kerül majd ki a győztes, illetve a győztesek a tanulók közül, és hát ezt követően kerül majd sor 6 órakor ezeknek a költeményeknek a bemutatására, amikor már ehhez kapcsolódnak a ruhák is. Azt el lehet árulni, hogy milyen ruhákat láthat majd a közönség? Lesz meglepetés is, úgyhogy akkor majd érdemes lesz eljönni, hogy ezt meg tudják nézni a kedves nézők.
És ahogy mondtam, a hagyományokhoz, tehát a hagyományos népi öltözetek régi, illetve modernizált változata fog az idei gálánkon megjelenni. És egy-egy ilyen divatgála még annyiban hogy néz ki, hogy a diákok elkészítik a ruhát, igen, és a diákok is mutatják be? Így van. Így van. Tehát önként jelentkezhetnek a tanulók arra, hogy bemutassák ezeket a ruhakölteményeket, sminkeket, frizurákat, és a kollégák segítségével tanulják be a koreográfiát, ami alapján bemutatják ezeket az alkotásokat. És nyilvános mindenki számára az természetesen esemény, ingyenes, illetve nyilvános, bárki megnézheti. Mit tapasztal a diákokon ilyenkor? Mennyire élvezik ezt, hogy egy ilyen divatgálára készülhetnek? Én úgy gondolom, hogy kezdetben nagy a lelkesedés, aztán ahogy érzik, hogy azért ennek komoly feladata van, illetve feladatokat hárít rájuk, akkor egy kicsit már motiválni kell őket, hogy részt vegyenek ezen, de amikor viszont megérzik annak az ízét, hogy milyen jó, hogy ők ezt bemutathatják, csinálhatják, az iskolát képviselhetik, én úgy gondolom, hogy abban nincs hiba, hogy ne lenne lelkesedésük. Összességében hogy érzi egy-egy ilyen rendezvény, egy divatgála, amely magas rangra emelkedett? Mennyit jelenthet a szakmai előrelépésükben a diákoknak egyáltalán, vagy a továbbtanulásban, vagy majd a munkába állásban? Én úgy gondolom, hogy itt, ha az elmúlt 25 évet nézem, azok a tanulók, akik részt vettek ezeken a gálákon, akár a ruhák bemutatása apropóján, akár a készítése, akár a hajviseletek, a smink elkészítése kapcsán, bizony a városban is jelentős személyiségek lettek, akár egy fodrászmestereket, hogyha nézek, akár kozmetikus mestereket, ha nézek, de volt tanulóink között vannak topmodellek, stylistok, divattervezők, úgyhogy én úgy gondolom, hogy sikeres volt ez a képzésünk mindig. Úgy gondolom még, hogy a Handler arról is híres, hogy túl ezen a képzésen mind-mind olyan képzést nyújt, amely megfelelő lehet arra, sőt a megfelelőnél több, hogy majd jól elhelyezkedjenek a diákok. Ezzel kapcsolatban mi a tapasztalat? Mert nagyon sokrétű a Handlernak a képzési kínálata. Így van, tehát az informatika, az építőipar, a faipar, a szépészet, a művészeti ágak megjelennek a képzésünkben. Én úgy gondolom, hogy az iskola mindig is törekedett arra, hogy olyan szakmai tudást nyújtson a tanulóinak, amellyel a későbbiekben megállják a helyüket a mindennapi életben. Én azt kell, hogy mondjam, hogy akik nálunk végeznek, szerintem megtalálják azt a lehetőséget, ahol ők boldogulni tudnak, illetve családalapítás után a családjukat el tudják tartani a megtanult szakmával. És a Handler szakképzőiskola arról is híres, hogy mindig történik valami az intézményben. Például legutóbb azt hiszem a képzőművészeti hétről beszélgettem egy kolléganővel, és a divatgálával még nem ér véget az év, hiszen pár rangos eseményt szerveznek még. Mik jönnek még? Igen. A végzős művészeti, tehát 13. évfolyamos művészeti tanulóinknak a kiállítása, ahol megmutatják, hogy honnan, hova jutott az ő tudásuk a képzés során. Erre pénteken kerül majd sor az Aminak a termében, kiállító termében, majd május hónapban még a szépmesterségek kiállítására kerül sor az iskola aulájában, és újdonságként a tanműhelyünkben május végén egy szakmai kiállítást szeretnénk még szervezni, ahol olyan alkotásokat mutatunk be, amelyek vizsgaremekekből fognak állni. Ez óriási motivációt adhat, én azt gondolom, a diákoknak, hogy azon, amit dolgoznak, azok mind-mind szinte kiállításra kerülnek, ugye? Ez is a cél? Így van, ez a cél, hogy megmutassák, hogy ők mit tudnak, hogy mit tanultak meg, és hát, hogy az ő munkájuk érdemes arra, hogy ezt más is megnézze, és tapasztalatokat is gyűjtheti, illetve hát a szép érzéket is tudjuk ezzel fejleszteni valahol. Kósa Éva igazgatóasszonynak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és kívánok még kitartást, illetve jó munkát a szervezéshez, és egy nagyon sikeres divatgálát. Nagyon szépen köszönöm, és akkor remélem, hogy találkozunk ott is.
Hölgyeim és uraim, ne felejtjék, tehát jubileumi, immár 25. Handler divatgála, méghozzá április 9-én a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. Gyakorlatilag a programok és a hivatalos megnyitó 13:45-től lesz, de a fő attrakció 18 órára várható. Ha tehetik, akkor önök is látogassanak el a jubileumi Handler divatgálára. A folytatásban pedig maradjanak a Sopron Televízióval. Minden jót, viszontlátásra!